Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az Európai Uniónak fel kell turbóznia védelmi ipari kapacitását a következő 5 évben, hogy szembenézzen az Oroszország felől érkező fenyegetéssel, hangzott el az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. A katonai felszerelések közös beszerzése kulcsfontosságú pontja annak az európai védelmi stratégiának, amelyet a következő hetekben mutatnak be. A stratégia és a hozzátartozó európai védelmi beruházási program egyik központi célja a közös védelmi beszerzések előtérbe helyezése lesz. Ugyanúgy, ahogyan ezt sikeresen tettük a vakcinákkal, vagy például a földgázzal. Ez segít csökkenteni a széttagoltságot és növeli az átjárhatóságot. Ehhez azonban együttesen erős jelzést kell küldenünk az iparnak. Az egyik fő szempont a védelmi iparral kötött előzetes vásárlási megállapodások elősegítése, hosszú távon stabil megrendelések és kiszámíthatóság biztosítása, valamint a tagállamok fegyveres erőinek újjáépítése, feltöltése és modernizálása. Az ötletet az Európai Néppárt, a parlament legnagyobb képviselőcsoportja is támogatja. Jelenleg a tagállamok túl sokat költenek nemzeti szinten. Szorosabb együttműködésre van szükség Európában. Több védelmi technológiára és szakértelemre van szükségünk. Több védelmi felszerelést kell közösen vásárolnunk. És ha az Európai Unió meg tudja indítani ezt a folyamatot, szorosabbra fűzve a tagállamok együttműködését, akkor ez a mi érdekünk. De nem minden európai parlamenti képviselő ért egyet ezzel a véleménnyel. A baloldal nagyon rossz, antidemokratikus eljárásnak tartja a közös vásárlást. Ennek mindenek előtt nagyon fontos hatása lesz az EU iparára, mert a fegyvergyártást fogjuk szponzorálni. Ez pedig egyrészt bizonyos cégeket, fegyvergyártó cégeket más cégek rovására fog támogatni. Másodszorban pedig bizonyos vállalatokat, amelyek például a Canadair repülőgépeket, a tűzoltó repülőgépeket tudták gyártani, arra fognak ösztönözni, hogy fegyvereket gyártsanak. Nem ilyen Európát akarunk. Von der Leyen a befagyasztott orosz vagyonból származó váratlan nyereséget katonai felszerelések vásárlására is szeretné felhasználni Ukrajna számára, még akkor is, ha ennek jogi háttere továbbra is bizonytalan.